Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Egri Élet Vlog, Dobay Ákos Tóbiás vagyok. Mindenképpen megemlíteném először is, hogy a héten három remek előadást is megtekinthetünk az Agria nyári játékok keretein belül a Liceumban. Ma este 21 órakor kezdenek az Anconai szerelmesek, ahol nem csak a szerelmesek érezhetik jól magukat. Pénteken este 21 órakor oda tarthatjuk orcánkat a Csókos asszonynak. Én biztos, hogy meg fogom tenni. Sosem lehet tudni. Egy fantasztikus nagy operett áll előttünk, az biztos. Szombaton pedig Nemecsek és a Vörös Ingesek fogják elénk tárni a klasszikusnak mondható történetüket este 21 órakor egy kiváló musicales zenei köntösben. A bejelentkezésem másik apropója pedig az, hogy nyilván észrevettétek múlt héten, hogy Egri Élet rímek néven elindult egy új rovat, amely arra hivatott, hogy az egri versírók teret kapjanak, de nem szaporítom tovább a szót, bemutatom nektek a rovat vezetőjét, Szabó Gábort. Mikor és hogyan kezdődött nálad ez az alkotói vágy, Gábor? Üdv az Egri Életnek és minden olvasójának, illetve videónézőjének. Hát régi dolgról van szó, tulajdonképpen kora fiatalságomban már foglalkoztam ilyesmivel, aztán a komolyabb rész az tulajdonképpen 3-4 blokkban bontakozott ki, amelyeket volt úgyhogy napi rendszerességgel, de legkésőbb heti rendszerességgel mindig frissítgettem, és itt a novellákon keresztül aztán prózán át kis filózások, ahogy annak idején neveztem, ezeken kívül bizony a versek voltak azok, amik a legnagyobb magját adták ezeknek a történeteknek. Aztán most jött egy kis szünet, nem is olyan régen elvonultam egy kis alkotói szünetre, ami mindenkinek lenni szokott, nem azért, hogy nem írogattam, csak úgy egy kicsit eltűntem a világ elől. Voltak esetleg, hogy hol vagyok, vagy mit csinálok éppen, nem foglalkoztam ezzel a dologgal is. Most végre teret kaptam arra, hogy ne egy saját blogon, hanem mondjuk az egriélet.hu-n, ahol azért elég nagy nézőközönsége van ezeknek a dolgoknak, meg tudom jelentetni újra nem csak a régi, hanem immár az újabb írásokat is. Akkor születnek még versek. És apropó, hogyan születnek a versek? Hogyan? Ezt szokták kérdezni, ez egy fogós kérdés. Erről van úgy, hogy egyik héten így nyilatkozok, a másik héten pedig teljesen máshoz, de az ismerőseim, akik tudják, hogy milyen gondolkodásom van, ők már párszor végighallgatták ezeket a kulisszatitkokat. Általában van egy ihlető dolog, ez valamilyen érzelmi történet, általában szerelmek és lányok, stb. De van, hogy beleszeretek egy adott zenébe, és tovább gondolom. És akkor azt hallgatom, amíg meg nem születik a vers, aztán az elejétől végigolvasom arra a dalra, és ha úgy érzem, hogy ez így nagyjából passzol, ezek az érzelmek azok, amelyeket le akartam írni, és ebből kibontakoztak, akkor elégedett vagyok. De mondom, változó van, hogy egy film, ami megihlet, és általában valami érzelmi dolog, ami kiváltja. Lányok és szerelem. Hogy keretbe zártam? Hát igen, lányok és szerelem. Igen, hát ez minket nagyon érdekel egyébként is, úgyhogy, és gondolom az Egri Élet olvasóit is. És az biztos, hogyha benned is van alkotói vágy, szívesen megosztjuk a te műveidet is, csak küldd be őket az infokukac@egrielet.hu címre, és hát tartsatok velünk, és érezzétek jól magatokat az Egri Életben, mert ilyen az Egri Élet.